sikered fölteni. Hát igaz, már elég erősen. Na, hát ami most éppen a táblán van, az vállalható a szemben. Igen. Igen, tényleg. Tehát 10 minusz egyébként ezt jönnek úgy már egészen. Eljutunk az első diára? Ott vagyunk. Tessék. A második, igen. Ja, igen, addig. És a második díja szokásosan nem tartalmaz semmilyen információt, csak felvillantunk pár képet. Rezonancia katasztrófákról is esik majd szó. Két példát látunk róluk a felső ábrán, majd lesz szó. A hangszerek miért jók, miért sokkal nagyobb a nagybőgő, mint a trácsó, meg minden. Van egy nagyon fancy kis ábra a biopalsó zsarokban, amiről nem tudom micsoda, meg két Morgan Stanley alkalmazott, akik hintáznak. De most lépkedjünk is tovább. Na, ez egy ismétlés a múltkorról. Ez megint a szokásos színusz hullám, ez konkrétan ez a dia volt múltkor is először, nem fog minden ezzel kezdődni, csak hogy fontos átismételni a hullámoknak a tulajdonságait. Később ennek lesz jelentősége, és akkor megint a táblát lennél igénybe ehhez a projekthez. Ott van, igen. Jó. Na, tehát egyrészt kettő dologról is esett szó, hogy hogy tök ugyanilyen ábrát lehet kapni akkor is, hogyha azt írjuk föl, hogy az idő függvényében jön egy hullám, megy, és akkor ő ide jön, áthalad egy pöttyön, amit megrángat. Már azt megbeszéltük, hogy a hullámnak a pöttyei, tehát mondjuk a mosnival megjelölt részecske, ez nem végtelen jel, csak egy mosni, tehát ez meg közöttünk mosnival egy részecske, és hát nézzük, hogy mit csinál. Szóval megbeszéltük, hogy a hullám nem viszi nagyon odébb a részecskét, hanem minden részecske helyhez kötött a rezák, és az állapot terjed tovább. Erről volt szó. Ez azt jelenti, hogy ha az egy részecskének az életútját leírjuk, akkor azt látjuk, az idő függvényében az ő kitérése, mondjuk mit a x irányú kitérése, az valami ilyesmi lesz, színusz hullám. És azt is megláttuk csodálatos animációk alapján, mint például, amit az ábrán látunk, hogy legyen ez y, jó? Tehát akkor mondjuk ezek legyen egy transzverzális hullám, y irányba rezeg, és x irányba megy. Jó? A hullám egy adott időpillanatban lefényképezve, szintén úgy néz ki, hogy az x térkoordináta és az y helykoordináta függvényében így néz ki. Oké, egy adott pillanatban így néz ki egy hullám, hát ilyet már láttuk. Na de mi micsoda? Hogyha az időfüggést nézzük, tehát azt, hogy mit él át egyetlen egy pici részecske, miközben átmegy rajta a hullám, ugye ő rezeg, most a rezgésnek milyen tulajdonságai vannak, hogyha az ebben a nézőpontban mi a két hupli közti távolság, idő, de milyen idő? Periódus idő. De ezt hívjuk periódus időnek, a két hupli közti távolságot. Periódus időnek a reciprokát, ami azt mondja meg, hogy mondjuk a másodpercben mérjük a periódus időt, akkor a periódus időnek a reciproka az lesz a frekvencia nevű mennyiség, ami gyakoriságot jelent maga szó, ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy egy másodperc alatt milyen gyakran, egy másodpercben hány periódus idő nyit valami fér bele, ennek a mértékegysége meg egy perc szekundum, vagyis herc, tézével, nemzével. Ez nem a szalámi. Jó, oké. Az amplitúdója, az meg ez, az időbeli amplitúdója egyetlen egy részecskének, hogy hogyan tér ki. Oké, ezek fontos tulajdonságok. Másik, hogyha fényképre nézünk rá, ami sok részecskét mutat, de csak egy időpillanatot, ugye ez sok időpillanat egy részecske, az egy időpillanat sok részecske. Ez egy fénykép egy hullámról. Az rendben van, én a másikkal vagyok bajban. Ez egyetlen egy részecske az időben. Igen, ez a kis megmasnizott részecske mit csinál az idő függvényében. Fölre lezeg, ugye? Oké. Na, és akkor ebben a szemléletben, tehát az időbeli viselkedés szempontjából fontos dolgok ezek. Elsősorban a periódus idő. Jó? Bocsánat, a periódus idő és a hullám hossz azok szinonimák? Nem, most mondom, hogy a periódus idő az nem. Most a hullám, ugye a periódus idő hasonlít, de ez a másik képben van. Uh-huh. Oké, a periódus időt másodpercben mérjük,
és azt mondja meg, hogy mennyi idő telik el két hupli között, hogyha a helyet, ahol mérem, azt lerögzítem. Tehát onnantól én nem is beszélek hullámról, mert az egy része, mert a hullám egy kollektív viselkedés, és most kiszúrtam magamnak egy részecskét, és azt nézem, hogy ő mit csinál. Azért mondtam, hogy ez sok időpillanat, de csak egy részecske. A hullámhoz, az meg a egy időpillanat sok részecske képben válik érthetővé. Valóban analóg a periódus idővel olyan értelemben, hogy itt is két hupli közti távolság, mivel hogy ez itt egy fénykép, ezért itt nyilván nem másodpercben, hanem méterben mérjük, és ezért ez a hullám hossz. Ezt jelöli lambdával, ez van a táblán. Ez a fénykép. Ez a fénykép. Az XY azok térbeli valamik, a T meg idő, úgy jelölöm. Tehát ez itt az időfüggés, ez meg itt a fénykép. Tehát egy fényképről meg tudom mérni, hogy mennyi egy hullámhossz. Egy fényképről nem tudom megmérni, hogy mennyi a periódus idő, ahhoz már videó kell. Jó? Ez tiszta? Bocsánat, ha túl hangsúlyozom ezeket a fogalmakat, csak fontos lesz. Úgyhogy ezt mondjátok, hogy jó-e vagy nem. Akkor tehát az egy részecske mozgására mondtuk azt, hogy hullámhossz, vagy periódus idő? Periódus idő. Jó, oké. Okay. Mert egy részecske az egy pont, tehát ott egy, ami egy helyben marad lényegében, csak kicsit rezeg, tehát ott egy hosszat bevezetni, az értelmetlen lenne. Uh-huh. Hasonlóképpen egy fénykép esetében egy időt bevezetni értelmetlen lenne. Uh-huh. Mert a fényképről nem tudunk elolvasni időadatot. Egy adott pillanatban készül. Hm? Oké, ez egy összeállóban van. Mm-hmm. Oké, de a hullámról elmondtuk, hogy térben és időben is periódikus. Nyilván érezzük, hogy nem ugyanaz a hullámhoz, és nem ugyanaz a periódus idő, persze. Ugye tök másról beszél a két dolog. De a kettő között nyilván mégis van valami összefüggés. Mert? És ezek között az összefüggést a hullámnak a terjedési sebessége adja meg. Ugye a terjedési sebesség az, amivel a hatás az adott közegben tovább terjed. Ez a közegre jellemző. Képzeljünk el, ha akarunk, mondjuk a levegő esetében, ami nektek fontos, de ugyanúgy lehet a rugóra gondolni, amit múltkor rángattunk, hogy van egy jellemző sebesség, ami az határoz meg, hogy a részecskék mennyi idő alatt lökik meg egymást. Például sok dologtól függ, nyilván az energiától, amivel meglökjük, a részecskék távolságától, stb. A lényeg az, hogy ez közegről közegre más. A hullámoknak a hatás tovább terjedése ennek a sebessége. Miért lesz ez fontos? Mert láttuk, hogy mondjuk képzeljük el, hogy van egy víz. Oké? Okay? Van víz. Balaton. Itt ül a filatáskás fiatalember a parton, és egy seprűnyelet, egy partvist mozgat föl le, mert ráér. Jó? Igen, tehát ez ilyen hasonló jellegű kérdés, nem tudom. Miért, igen, tehát miért alszik a rendőr, mit tudom én, projektorral a párnája alatt? Volt. Volt, igen. Na. Én már nem alszik meg, de nem tartom. Oké, okay, tehát ez a fiatal ember itt mozgatja partvist a Balatonparton föl le. Ő egy részecske, meg most mi van rajta? Oké, okay. Ő mit tud csinálni? Tud ő a hullámhozról bármit? Lehogy tud. Különben is részek. Egy dolgot tud csinálni, hogy meg eldönti, hogy a partvist milyen periódus idővel mozgassa föl le. De, mivel itt van a lábánál a Balaton, ezzel ő hullámokat fog kelteni. Ugye? Most nem Balaton esetében, de részesítés esetében úgy emlékszünk erre a gyönyörűségre. Tehát itt is az van,
itt most épp a longitudinális hullámok esetén, nem vízhullámok esetén, de mindegy, mint a fiatal ember, ott löködi a vizet, ő egy rezgést végez, ott a helyén is rezeg, semmi extra, és akkor valami meg elkezd terjedni. Látjuk a piros cuccból, hogyha kiválasztjuk a piros cuccot, csak azt nézzük, semmivel nem foglalkozunk, akkor nyilván nem fogunk tudni az előző dumákhoz visszatérve, csak hogy hangsúlyozzam, nem fogunk abból megállapítani magunktól semmilyen hullámhosszat. Viszont ezt jól le tudjuk mérni egy órával, hogy milyen periódus időben mozog jobbra-balra. Ellenben, ha kimeremíteném ezt a képet, akkor meg tudnánk mérni belőle, akkor nem tudnánk leolvasni azt, hogy rezeg a cucc, mi a periódus idő. Nem tudnánk leolvasni, mert kimerevítettem a képet, viszont tök jól meg tudnánk mérni a sűrűségfronti közti távolságot, ami a hullámhoz. Oké? Most ennek megfelelően itt van a bácsi mozog. Nyilván az lesz, ezt érezzük, ugye, hogyha ő lassan mozgatja föl le, akkor hosszabb hullámok keletkeznek. Ha meg gyorsan, akkor meg kisebb hullámok keletkeznek. Tehát érezzük, hogy valamiféleképpen kapcsolat van a periódus idő és a hullámhoz között. Tehát a rezgést keltő hatás periódus ideje és a hullámhoz között van egy összefüggés, ami az adott közegre jellemző. És ez nem más, mint az a... Ezt az arányosságot ugye nem más teremti meg, mint egy sebesség jellegű mennyiség. Ugye a hullámhoz az egy hosszúság jellegű mennyiség, mondjuk méter. A periódus idő egy idő jellegű mennyiség, mondjuk másodperc. A kettőnek az aránya egy adott közegre jellemző állandó, lambda per t, tehát állandó, és mert hogy állandó az egy konstans, ezért ezt egy c betűvel jelölöm, ami az adott közegre jellemző állandó, a hatás terjedési sebessége az adott közegben. Hogyha hangokról beszélünk, akkor a hang terjedési sebessége. Ez kapcsolja össze a két képet. A részecske képet, az egy részecskét nézek az időben, és a fényképet. Ez a tény kapcsolja össze, amit az előbb is mondtam, tehát hogyha a csóka kisebb periódus idővel rángatja a partfüst a Balatonparton, akkor kutya kötelessége kisebb hullámhosszú hullámoknak keletkezni, hogy az arányuk állandó tudjon maradni. Átrendezve, talán jobban látható, lambda egyenlő c szer t. Tehát a srác gyorsabban rángat, ez azt jelenti, hogy kisebb a periódus idő, akkor kisebb hullámhosszú hullámok fognak keletkezni. És fordítva, hogyha a srácot figyelmen kívül hagyjuk, hanem csak egyszerűen azt nézzük, a srác már elment, megúgta a dolgot, de egy bádogsörös dobozt bedobott a Balatonba, a stér mellé. És a Balatonon, mit ad Isten, hullámok jönnek. Hogyha ismerem a C-t, a hullámok terjedési sebességét a Balatonban, akkor abból, hogy a sörös doboz milyen periódus idővel, a helyhez kötött masnival megjelölt sörös doboz, hogyan mozog föl le, abból, ha csak azt nézem, és ismerem a C-t, a Balatonban a hullámok terjedési sebességét, akkor meg tudom mondani, hogy ezt milyen hullámhosszú hullámok keltik. Oké? Ez az átjárás a kettő dolog között. Ez nagyon fontos. Azt már megbeszéltük, hogy az 1 per t a frekvencia, tehát ugyanezt a képletet úgy is felírhatom, hogy behelyettesítem az 1 per t helyére frekvenciát, lambda szor f egyenlő c, c tehát még egyszer a hullámterjedési sebesség, hanghullámok esetén a hangsebesség, fényhullámok esetén a fénysebesség, a Balaton esetében meg egy vízmélységgel meg a g-vel arányos konstans, de most ez lényegtelen. Tehát itt is át lehet fogalmazni ennek szellemében, lambda egyenlő c per f. Oké, tehát a frekvencia meg a periódus időt tök ugyanazt mondja. Csak egymás reciprokai, de mindent le lehet írni az egyikkel is, másikkal is. Tehát ez teremt kapcsolatot a kettő között. És a kettőnek az aránya az a közegre jellemző. Jó? Ez fontos lesz.
mert rá fogunk térni arra a témára, ami elég fontos, hogyha meg akarjuk érteni a különböző rezonátorokat, amik körülvesznek minket. Eddig szabadon terjedő hullámokról beszéltünk, semmit nem beszéltünk arról, hogy mi történik a hullámmal, amikor neki megy egy falnak. Oké? Na, ez a felső ábra, ez igazából jó lenne, ha lenne itt valami kötél, amit rángatnánk. Sajnos erre ezt próbáltam, ez a múltkor behozott kis rugós tudsz, ez nem az igazi erre a célra. De talán van valahol erről egy jobb ábra. De nem úgy tűnik, hogy ezt nem raktam bele, de mindegy, lerajzolom. Azt próbálja szemléltetni a felső ábra, hogy amikor egy kötelet rángatok, és a kötélnek az egyik végét lerögzítem, megrántom a kötelet, akkor az történik, hogy terjed a kötélen. Most nem beszélek hullámokról, jó, csak nem rendszeresen rángatom, nem rezgő mozgást csinálok, csak egyet rántottam a kötelen. Terjed egy hupli, itt vagyok én. Megrántottam a kötelet, és a kötelnek a vége az hozzá van kötve egy ponthoz a falon. Oké? Az a tapasztalati tény, ez tök jól lenne bemutatni, szóval ha valakinek van egy kötele, az legközelebb hozza el. Az történik, hogy ez a hupli megy mendegél, aztán visszapattan, de nem úgy pattan vissza, így pattan vissza. Oké? Ez tény. Milyen? Most elmondjam? Igen. Nem tudom elmondani matematikai segédeszközök nélkül. Ilyen a világ. Mi fegyelmetünk ilyen. Na. Jó? Ez egy fontos dolog. Mert mit történik akkor, ha én rezgetni kezdem azt a kötelet? Ugye a hullám is visszapattan, és a hullám úgy mondjuk, hogy az ellenkező fázisban pattan vissza. Jó? És még egy nagyon fontos dolog van. Ezt nem lehet eléggé túlhangsúlyozni, hogy ez a cucc, ahol hogy ez itt a kötélnek az egyik vége itt le van rögzítve. Ez egyfajta, ezt hogy úgy hívják fizikusok, hogy ez egy peremfeltételt, vagy határfeltételt jelent a rendszerben. Meg akarjuk határozni, hogy milyen mozgásformák alakulhatnak kezen a kötelen. Akármi lehet, mit tudom én, kijöhet belőle egy gőzmozdony. Jó, nem, de sok minden kijöhet belőle. De az tuti, hogy olyan nem jöhet ki, hogy a végpont az nincs lerögzítve. Tehát úgy mondhatjuk, hogy a kötél mozgását leíró mozgás egyenleteknek az összes megoldása, bármilyen elvont hülyeség is legyen a megoldás, de csak az lehet megoldás, amiben a végén a kitérés nulla. Oké? Peremfeltétel. Peremfeltétel ez az, hogy a kötél vége neki van rögzítve a falnak. Na, oké? Tehát egy dolog van, ez fontos, hogy peremfeltétel, rengeteg helyen elő fog jönni. Másrészt meg ez, hogy a fázis megfordul az ilyen esetekben, ami tehát milyen eset? Egy transzverzális terjedés, meg nem is mondom, hogy hullám, mert ugye nem csak hullámokról beszéltem, hanem itt arról is, hogy én küldtem egy publit. Tehát az ilyen transzverzális terjedések esetében, hogyha rögzített a vége, tehát olyan peremfeltétel van, hogy a vége nem mozoghat, akkor ez azt fogja kiváltani, hogy ott megfordul a hullám. Tehát, vagy a rácigálás megfordul a visszapattanáskor. Most én folyamatosan küldöm a huplikat, és azok folyamatosan visszafordulva jönnek nekem vissza, akkor mi történik? Akkor nekem van egy hullámom, ami megy odafele, és mindig kapok szembe visszafele egy fordított fázisú hullámot. És ez a kettő össze fog adódni. Ugye múltkor láttuk már, hogy a hullámok össze tudnak adódni. Van erről egy fancy kis grafika. Itt most mind a két végére van kötve. Na mindegy, egy a lényeg. A pirosat nézzétek meg a kéket, jó? Pirosat és a kéket. A piros és a kék, azt látjátok, mindig olyanok,
hogy szembe mennek. Jó? Tehát két hullám, amik szembe mennek egymással, ugyanolyan, ezek most hullámok, oké? Okay? Ugyanolyan hullám hosszúak, és mint hogy a kötélben a periódus, a kötélben a terjedési sebesség is nyilván egy konstans, ebből következően a periódus ideje és a két hullám komponensnek ugyanannyi. És a fekete, az pedig az összegüket rajzolja ki. Minden időpillanatban, ha hiszitek, ha nem. Mit látunk? Ezt ki lehet trigonometriai azonosságokkal is hozni, amikkel most nem akarnám mutatni a hallgatóságot. Stephen Hawking óta tudjuk, hogy a Peres könyvekre írta, vagy a leírt képletek száma, mind a leírt képletek száma az megfelezi az eladható példány számát egy adott ismeretterjesztő könyvnek. Előadásról is biztos érvényes egy hasonló összefüggés. Tehát itt hitt arra higgyétek el, hogy a pirosnak és a kéknek, ami kettő, tök akármilyen egymással szembe menő hullám, az az összege, amit ott láttok, a fekete. Nézzük csak a feketét. Hát mit tud ez a fekete hullám? Látjátok, hogy ez nem, ez furcsa hullám, ezt hívják álló hullámnak. Miért álló hullám? Azért álló hullám, mert láthatóan persze hullámzik, de vannak olyan pontok, amik például sosem mozdulnak el. Ezeket pirossal jelöltük, és csomópontoknak hívjuk. Hasonlóképpen az is egy egyértelmű dolog, hogy látjátok, két akármilyen hullámot, most nézzetek csak a pirosat, csak a kéket, hogy mit tapasztal az ember? Hogyha kijelölünk egy vízszintes helyen egy pontot, és azt nézzük, hogy ott mekkora az amplitúdó, tehát a kitérés, ez mindig lehet bármennyi. Oké? Okay? Tehát az a minimum és a maximum között bármennyit föl lehet a kitérés. Ezzel szemben az összeg esetében a kitérés az minden pontra végig ugyanannyi, ugye? Tehát a csomópontok esetén, a piros pontok esetén konkrétan nulla. A csomópontok távolságainak a felező pontjaiban meg mindig maximális a kitérés, vagyis az amplitúdó. Látjátok? Mindig ott dagad meg a legjobban a függvény. Azokat meg duzzadó helyeknek hívjuk. Tehát ez az álló hullám. És még egyszer, álló hullámot úgy lehet csinálni, hogy megy egy hullám az egyik irányba, és találkozik egy ugyanolyan hullámmal, ami a másik irányba jön. Ugyanaz a hullámhoz, ugyanaz az amplitúdó, a közegbeli terjedési sebesség az konstans, tehát ebből következően a periódus idejük is nyilván ugyanaz. Ez a két hullám találkozik, és mit ad Isten, ezt hozzák létre. Ez jó pufa. És ennek lesznek következményei később. Persze álló hullámokat nem csak rángatott kötelek esetében lehet elképzelni, egy tök hasonló jelenséget mutat egy gumi, mondjuk egy ilyen vízbe, hogy hívják ezt, amire beleugrálnak a tűzoltók? Trambulin, ez az. Mondjuk egy trambulinon is kelthetek hullámokat, nyilván nekem több szabadsági fokot ad például az, hogy két dimenzió van, tehát egy hártyán nyilván meggazdagodik a jelenségek köre. Ezek is bizonyos értelemben álló hullámok, itt is be lehet azonosítani a csomópontokat, mondjuk viccből ajánlom a jobb oldalt, ezért nem triviális a dolog. A jobb oldalt egy olyan, ezeket egyébként módusoknak hívják, álló hullám módusok. Majd lesz erről sok szó. A jobb oldalon egy csomópontot látunk a közepén, ugye? Tehát a jobb oldali ábrán azt lehet látni, hogy egy csomópont keletkezik középen, tehát a trambulinnak a közepe az végig nem mozdul el. Hogy hasonlóan, ahol itt a piros pontokhoz, csak ez most egy dimenzióval följebb. Nem tudok olyan jó ábrát mutatni, hogy láthatóvá váljon, hogy három dimenzióban is lehetnek ilyen hullámok. Ugye háromdimenziós hullámot, azt például egy hang, ez egy háromdimenziós hullám, ezek kétdimenziós hullámok abban az értelemben, hogy kettőkor, tehát a trambulin az egy sík. De ugyanígy majd lesz szó, és ez fontos lesz, hogy van háromdimenziós álló hullám is, sőt, hát elsősorban azokat használjuk ki mi. Oké, tehát még egyszer egy összefoglaló ábra, de konkrétan ez a kötélrángatás látható a jobb kép soron, de most beszeretném hozni még egyszer annak a fontosságát, hogy peremfeltételek vannak,
és ezt gyönyörűen megmutatja a baloldali ábra. És képzeljük el azt, hogy mind a két végele van rögzítve ennek. Ezt úgy hívják, hogy húr. Ugye? Tehát a húr az egy olyan valami, amiben van a hatásnak egy jellemző terjedési sebessége, tehát van egy jellemző hangsebesség, a húron belül egy információ továbbítási sebesség, és mind a két vége le van rögzítve. Milyen megoldások, teszi fel a kérdést a fizikus, milyen megoldások alakulhatnak ki egy ilyen rendszerben, aminek mind a két vége le van rögzítve, ez azt jelenti, hogy mind a kettő végén a kitérés nulla kell, hogy legyen. És azt is tudjuk, hogy álló hullámok fognak rajta kialakulni, tehát olyan hullámok akarnak majd kialakulni, amiknek vannak ilyen stabil pontjai, hiszen ugye azt is megbeszéltük, hogy a rögzített határoknál a hatás visszaverődik. Tehát mindenképpen egy szembejövő ugyanolyan hatással fogjuk magunkat szembe találni, és ha ezt hozzáveszünk, ezt, hogy egy álló hullámokat kell, hogy kapjunk, B, olyan álló hullámokat kell, hogy kapjunk, hogy közben a végén az elmozdulás az nulla kell, hogy legyen, akkor le is rajzolhatjuk, hogy mik azok, amik szóba jöhetnek. Ez van oda rajzolva fönt. Tehát színuszok jöhetnek szóba, már csak ezek a megoldások léteznek, csak ezek maradnak fönn stabilan. Vagy ezek összegei. Na most itt jön majd be a lényeg. Mit látunk a legfelsőn? Ugye piros két ábrát nézzük. Legfelsőn azt látjuk, hogy egy fél hullámhoz fér rá. Ugye egy fél hullámhoz, tehát a színusznak a teljes hullámhossza, az pedig az ugye, tehát ez egy hullámhoz. Egy lambda. Most az első olyan megoldás, amit el tudunk képzelni egy húron, ami kielégíti ezeket a korábban elmesélt dolgokat, vagy álló hullám, hiszen szembe jön vele saját maga, tehát kénytelen álló hullám lenni, és a végén a kitérés nulla kell, hogy legyen, mert le van rögzítve. Az első olyan dolog, ami tudja ezt, az egy olyan hullám, aminek a hullám hossza, az pont kétszerese a húr hosszának. Ez lesz a húrra jellemző alapharmonikus. Tehát nyilván ezt láttuk már, jaj, hát a lényeget örültem a csoda összefüggésből, lambda egyenlő C szer T. Mit tanulunk ebből? Ez azt jelenti, hogy a periódus ideje a legnagyobb a hullámhoznak, az ugye annál nagyobb, minél nagyobb a hullámnak a periódus ideje annál nagyobb, minél nagyobb a hullámhoz. Egy adott közegben, például ezen a húron. Tehát ez azt jelenti, hogy az alapharmonikus, ez nem csak hogy a leghosszabb, de a leglassabb is. Úgy is mondhatjuk, hogy a legalacsonyabb frekvenciájú. Oké? De több megoldás is van, konkrétan végtelen sok, tehát minden egészen megoldás. A fél hullámhoz egész számú többszörösei olyan hullámhosszak alakulhatnak ki, amelyekre igaz, hogy a felüknek az egész számú többszörösei pont ráférnek a hullámra. Ezt látjuk ide lerajzolva, ugye? Tehát az első ott fönt az volt, hogy a fél hullámhoz fér rá a húrra, alatta levő az egy hullámhoz fér rá a húrra, második ábra azt hívja első felhangnak, vagy második harmonikusnak, utána a másfél hullámhoz fér rá a húrra, ugye? Aztán a két hullámhoz fér rá a húrra, stb. Tehát a hullámhoz felének az egész számú többszörösei. Egy-kettet hullámhoznak az egész számú többszörösei. Szépen sorban mind kialakulhatnak. Itt meg is csinálják a srácok, itt a jobb oldali képen. Ott ugyaneddig mennek el, ugye? Tehát itt a harmadik felhangig, vagy felharmonikusig, vagy harmadik felharmonikus, vagy a negyedik harmonikus, ugye, tehát egy többféle elnevezés létezhet. Oké, ezt egy fontos dolog megérteni, hogy nem alakulhat ki akármilyen megoldás egy húron. Tehát csak ezek jöhetnek szóba. Más kérdés, hogy van belőlük végtelen sok? Végtelen sok megoldás van. De megszámlálhatóan végtelen sok megoldás. Jó? És mi történik azzal, hogyha mondjuk
Így van, ez a jó kérdés. És itt jön be az, amiről múltkor beszéltünk, a Fourier transformáció. Mert kezdetben az ember nem olyat ad be, mint bármelyik, ugye? Tehát például az ember megpendíti a gitárját. Az biztos, hogy amit beadok a kezdetben, az is tudja a peremfeltételt, mert miközben megpendítem a gitáromat, közben azért az igaz, hogy a vége nem van rögzítve. Tehát már a kezdeti állapotom is tudja meg, mert akkor én megpendítem a gitárt, mondjuk ez valami ilyen. Jó? Tehát így kihúzom a húrt, aztán nem engedem. Mi fog vele történni? Hát ez a szép az egészben. Ugye múltkor még tanultunk, hogy azt, amit azt mondta Jean-Baptiste Fourier, bármilyen jel alak felbontható színusz hullámok összegére. Tehát az, hogy én ezt valahogy megpendítem, akkor egy kevert, nem egy tiszta állapot fog előállni ezek közül, hanem ezeknek valamilyen összege. De nyilván, hogy a Fourier az azt mondta, hogy különböző amplitúdójú valamikből tudom kikeverni. Most ez az a kérdés, hogyha ezt indítom, akkor ami megjelenik, az egy olyan valami lesz, amiben a legnagyobb súllyal nyilván az első harmonikus vagy alap harmonikus jelenik meg. Egyszerűen azért, mert ha ránézünk, akkor erre ez hasonlít a legjobban. Oké? Tehát ez lesz a legnagyobb súllyal benne. De ami kialakul, az azért mindezeknek az összege lesz. Nyilván, mit tudom én, kisebb súllyal, hogy ezt a csúcsot itt megcsináljuk, mit tudom én, lesz benne ebből is valamennyi, vagy mit tudom én, tehát ezt nem tudom pontosan megvan-e én. De a kezdeti állapot egyértelműen meghatározza, hogy milyen felhangok fognak megjelenni. A legnagyobb súlyát azt kérdezik, hogy nem egy kitéréssel, vagy a legnagyobb amplitúdóval. Így van, pontosan. Így van, és ugye erre épül a hangszerek élete. Van egy gúr, amit megpendítek. Legnagyobb súlyjal az a alapharmonikus fog megszólalni, mert tényleg a kitérés az leginkább erre hasonlít, tehát ahhoz, hogy ezt ilyen biztosok összegeként elő tudjam állítani, ezt kell a legnagyobb súlyjal venni. Többi az csak kisebb súlyjal esik alapba, kisebb szorzóval. Úgy mondhatjuk már, hogy azoknak kisebb lesz a Fourier amplitúdója a spektrumban, mondhatjuk. Oké, tehát még egyszer, a Fourier spektrumról már szó esett múltkor, az mondja meg, hogy adott frekvenciájú, akármikből, mennyi kell, hogy összerakjak valamit. Mert most már azt is tudjuk, hogy a frekvencia az hogy függ össze a periódus idővel, a periódus idő meg a hullámhoz. Szóval ugye tök egyértelmű, köztük a C teremt kapcsolatot. Tehát ide nyugodtan írhattam volna T-t is, akkor a reciprokát lenné, de ugyanúgy egyértelmű, hogy ugyanúgy írhattam volna lambdát is, hullámhosszat, mert itt ugye hullámhosszakat rajzolgatuk, de látjuk, hogy a kettő az tulajdonképpen ekvivalens, akkor köztük egy konstans voltunk. Most éppen frekvenciát írtam, mert ti is általában a frekvenciákat. Most ha megkérdik, hogy ennek a jelalaknak, amit én itt kezdetben csináltam, ennek a kezdeti jelalakot megpendítem, akkor mik fognak kialakulni? Azt mondtam, hogy a legnagyobb súlyjal az alapharmonikus. Mit tudom én az alapharmonikus, hogyha mondjuk ez egy A húr volt, tegyük föl, hogy itt van egy A húrja, ennek véletlenül tudom, hogy ez 440 Hz. Tehát akkor nyilván legnagyobb súlyjal, legnagyobb amplitúdóval a spektrumban a 440 Hz-es csúcs fog megjelenni, de az első felharmonikus, itt tudom, azt még nem rajzoltam fel, az első felharmonikusnak ugye egy csomó pontja van itt, gondolom ő itt nem lesz jelen túl nagy súlyjal, mit tudom én, az első felharmonikus az hány Hz lenne? Igen. Első felharmonikus az 880 Hz-es, ugye? Mert honnan tudom? Honnan tudom, hogy ránézek a hullámra, és tudom, hogy az első felharmonikusnak fele akkora a hullámhossza, mint az alapharmonikusnak, és azt tudom, hogy fele akkora a hullámhosszhoz, fele akkora a periódus idő tartozik, vagyis kétszer akkora frekvencia.
és így tovább. Tehát itt, mit tudom én, ide be tudok húzni mindenféle valamiket, hogy melyik módus milyen súllyal esik latba, ahhoz, hogy ki tudjam keverni a kezdeti pendítésemet. Oké? Okay. Ezt hívják hangszínnek. Az ugyanis jellemző a dolgokra, például húrokra, meg hangszerekre, meg minden hasonlóra, hogy melyik harmonikus milyen súllyal esik latba. Mi azért tudjuk megállapítani, hogy ami szól, az egy fuvola, vagy egy gitár, vagy mit tudom én micsoda. Mert persze halljuk, hogy az ugyanaz a hang, mert legerősebben az alapharmonikus halljuk, az első dolog, amit meg tudunk adaptálni, hogy az az a hang. Ugyanazt az A hangot játssza a fuvola meg a gitár, de mégis tudja a fülem, hogy az egyik egy fuvola, egyik a gitár. Miért? Hát azért, mert ők nem egy ilyen szép alapharmonikus bocsájtanak ki, az kész, hanem különböző felharmonikusok is megjelennek, de az adott hangszerre jellemző dolog, hogy melyik milyen súllyal jelenik meg. Mert például ez az Ancsi féle idé, amikor megmondta nekem, hogy így kipendítjük a húrt, hogy itt ez fogja meghatározni ennek a húrnak a sajátosságait. Oké? Okay. Tehát nyilván a gitár megszólaltatása úgy történik, hogy ebből a kezdeti hullám alapból kell kikeverni valamit, és ez már önmagában, hogy én hogy pendítettem meg, ez már predestinálja azt, hogy milyen felharmonikusok milyen súllyal fognak megjelenni. Mert ők ezt akarják kikeverni, amit én adtam neki. Egy fuvolát nyilván máshogy fújjon meg, hogy nyilván mást kell kikeverni, ráadásul ott levegő oszlop van, ott nem is levonni van, majd erről is beszélünk. De a fuvola az jobban hasonlít a hangképzőszervekre, csak a húrt meg könnyebb elképzelni. De azért eddig húrról beszélek, de ez a hangszín. Ez a hangszín, hogy milyen felharmonikusok milyen súllyal jelennek meg. Én ezért tudom rögtön megmondani, hogy milyen hangszer szól meg. Mit csinál az én fülem? Fourier transformál. Tehát meghal valamit, bejön valami jel, és akkor ő azonnal megcsinálja a hangszínképet. És én azt érzékelem, ezt a Békési György nevű kitűnő fizikusunknak a nagy eredménye, a fül mint Fourier transformátor, Nobel-díjas eredmény. Na, szóval ez, sokáig nem értették, hogy működik a fül. Nagyon érdekes dolog, erről is lesz majd szó az egyik órán. Na, de ez tehát a hangszín. És ennek is látjuk az állóhullámokhoz nem közös, nagyon jó volt a kérdés, mert nyilván a kezdeti kitérítés az nem az alapállapot, és pont ez az, ami miatt van különbség a hangszerek között. Más peremfeltételek is elképzelhetők. Itt például konkrétan mi a peremfeltétel? Ez, most ez már a fuvola témakörhöz tartozik, egy chipban az a peremfeltétel, hogy vagy mondjuk nem, hagyjuk még a fuvolát, mert bajod. Egy kádvíz, jó? Egy kádvízben akarok hullámokat kelteni. Csak hogy lássunk más típusú peremfeltételt, mert egyébként ez a fajta peremfeltétel a gyakoribb a hangképző szerveknél. Van itt egy kádvíz, ma már említett kád, és abban is tudunk hullámokat kelteni, álló hullámokat. Oké, tehát mit tudom, egy labort otthon eldöntök, annak is van egy alapfrekvenciája, hogy fog benne lötyögni a víz, hát nyilván láttunk már ilyet, mert az nem olyan, mint a húr, hanem az ilyen. Ugye? Tehát ez más a peremfeltétel. Itt az a peremfeltétel, hogy a víznek, most ez nagyon ilyen fog hangzani, a víznek vízszintesnek kell maradnia a szélén. Jó, persze a víz. A víznek horizontálisnak kell maradni a szél. Oké? Ez is egyfajta peremfeltétel. Ez egyébként azzal függ össze, most nem akarok belemenni a tálvíznek a hidrodinamikájába, de ez azzal függ össze, hogy itt közben, miközben itt hullámzik, közben itt erre-arra mozognak a vízrészecskék alul, de itt meg van mondva a vízrészecskéknek, hogy itt nem mehetnek tovább balra, itt csak fölfelé mehetnek, meg lefelé, mert itt a fal. Falon nem mehetnek keresztül a vízrészecskék, vagy az már régen rossz. Oké? Okay? És mivel, hogy ők itt csak fölle mozoghatnak, itt a szélén csak fölle mozoghatnak a szerencsétlenek, ebből következően nyilván itt lesznek a duzzadó helyek, mert mindenhol máshol van lehetőségük arra, hogy oldalra is mozogjanak, de itt, hát ezek csak fölle mozoghatnak, tehát ez az a fizikai hatás. Na látod, ezt most például könnyebb megmutatni, hogy ez miért van, mint
mint a falba befogott kötél esetén, itt mondjuk tisztában a fizika nekem, legalábbis. A kikárban lötyögő vizekkel foglalkozom már innek óta. Tehát, hogy itt a szélén, itt a vízmolekulák arra valak kényszerítől csak föl nem azokosanak, ezért aztán itt lesznek a duzzadó helyek. Többieknek van lehetőségük jobbra-balra mozogni. Nekik itt középen pedig tök sok lehetőségük van jobbra-balra mozogni. Úgyhogy itt az ilyenek fognak kialakulni, mint amíg ide rajzolunk. Ez egy más típusú pedánfeltétel, de minden érvelés, amit eddig elmondtunk, tökéletesen megállja a helyét. Hát itt is, mit tudom én, kiróhatom a víznek, mit tudom én, középen, a víz, mert hülye vagyok, a kád közepére beállítok két válaszfalat, és a válaszfal között kicsit magasabbra töltöm a vizet, mint itt, és aztán egyszerre kihúzom a két válaszfalat, és megint feltehetem a kérdést, hogy milyen hullámzás fog kialakulni, és akkor azt tudom mondani, hogy hát ebben az esetben nyilván legnagyobb súllyal ez a módus fog megjelenni, mert ez hasonlít a legjobban a kezdeti alakra, ez itt a kettes számú módus, de nyilván, mivel hogy ezt ugye múltkor pont egy olyan diát láttunk, csak azért rajzoltam így, hogy egy négyszögjel kikeveréséhez mennyi színusz kell, emlékeztek arra felhetetlen szép ábrára. Na, hát ezt ki lehet keveri színuszokból frankon, és csupa olyan színuszból, amik mindegyiket tudja a peremfeltételt. Mindegyiket tudja azt, hogy a szélén horizontálisnak kell lenni a víznek. Ők ilyen felharmonikusok. Mennyi időnk van még? Van időnk? Nekem már nem sok. Jó, hát leállhatunk bármikor. Valahol egy olyan ponton, de az is lehet, hogy ti maradtok, és itt vagyok. Szerintem maradjunk együtt, szóval vagyok pedig. Jó, maradjunk együtt. Amit ugye, hogy szívbe. Mehetünk hozzánk. Szívbe, szóval biztos élvezni a bodó, ezt a magyarázatok, hogy ott nem. Tátba. Igen. Jó, akkor a következő rész tartalmából rovat fog következni. Menjünk. Akkor itt van, hogy a két végezárt, két vége nyitott, meg az egyik végezárt modellet, ugye? Hát az egyik végezárt modellt, azt még nem mondtam. Nem, de hogy ez fogjuk belőle összerakni. Igen. Ez egyébként, amit eddig most ezzel a laborvízzel magyaráztam el, tehát ez ábra is implikálja egy kicsit, ez a két vége nyitott síp. Csak ott